Az első világháborút lezáró Magyarországra vonatkozó békeszerződés értelmében a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot más országokhoz csatolták. Városunkban mécsesgyújtással vette kezdetét a megemlékezés a református templom előtt. Az ország egyik napról másikra elveszítette területének kétharmadát, lakosságának felét. Mindenképpen azt szerettük volna megmutatni, hogy nézett ki látványában is a Nagy Magyarország, és hogy mindenki el tudja képzelni azokat az arányokat, kézzelfoghatóan, láthatóan, testközelben el tudja képzelni azokat az arányokat, amelyeket a trianoni békediktátum rá erőltetett az országra, azokat az ország részeket, amelyeket elszakítottak, hogy valójában mekkora sebet ejtettek a Nagy Magyarország területén. Gondolta volna, hogy ilyen sokan eljönnek? Én bíztam abban, hiszen nagyon sokan gondolnak erre az eltelt 100 évre sokféleképpen, hiszen sok korszakot megéltünk, van, aki átélte esetleg, van, aki benne élt még ott a fájó sebek környékén, van, aki nem tanulhatott róla, most már ugye újra lehet szabadon beszélni, tehát én azt gondolom, hogy sokunk lelkében, sok karcagi lelkében ott él ez a fajta fájdalom, és én bíztam abban, hogy igen, a 100 éves évforduló megmozgatja az embereket. Ön hova helyezte a mécsesért? Én előzetesen mondtam, hogy nyilván sok helyre lehet helyezni, hiszen minden elszakított országrész legalább annyira fáj, és mindenhol vannak ismerősök, barátok, tehát bárhova tehettem volna, én azt gondolom, hogy olyan helyre, ahol valóban akár a szívét, lelkét ott hagyja az ember, de én azt gondolom, hogy névből adódóan is én a Szepességre tettem a mécsesem. 3,5 millió ember rekedt határainkon túlra. A megalázó békeszerződés hírére megszólaltak a harangok, az emberek gyászruhába öltöztek, temették Magyarországot. Családilag érintett vagyok, tehát a feleségem, ő székelyföldi, én megpróbáltam Szovátát megkeresni a baktérképen, azt hiszem jó helyre tettem, és hát mindenki úgy lélekben oda teszi maga mécsesét, akár a Csonka Magyarországra is, hiszen Trianon nem csak a határon túli magyarságot érintette, hanem a világ összmagyarságát, ami nagyon komoly tanúság 100 év múlva is. Fájdalom is, gyász is, de erőt is ad, hiszen ha ezt túléltük, akkor túlélünk mindent. Egy nemzeti emlékezet nem csak azoknak szól, akik átélték azt a tragédiát, hiszen már nincsenek olyanok köztünk, akik akár gyermek, akár felnőtt fejjel megélték ezt a trianoni döntést. Olyanok vannak, akik azóta nőttek fel. 4 generáció nőtt fel, és hogyha ez a 4 generáció felnőtt, és emlékszik, és emlékezik a határon túli magyarságra, a magyarság nagy tragédiájára, akkor bízhatunk abban, hogy az elkövetkező nemzedékek is, azok, akik most fiatalként voltak itt, azok, akik gyermekként voltak, és azok a magyarok, akik még meg nem születtek itt Magyarországon, vagy a világ bármely pontján az elcsatolt országrészekben is, azok is emlékezni fognak erről a döntésről, és azok is emlékezni fognak arra, hogy a magyarságnak össze kell tartani, és ahogy a köztársasági elnök úr ma délelőtt mondta a parlamentben, a magyarság és Magyarország nem volt, hanem Magyarország lesz, és ebbe kell bízni. A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékeztető, június 4-ére eső nemzeti emléknapot Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az országgyűlés. Az összetartozás tudatát jelenti, hiszen a magyarság számára nagyon tragikus volt a trianoni béke, az ország feldarabolása, családtagok kerültek határon kívülre, és újabb családi kapcsolatok is alakultak ki az elmúlt években, évtizedekben. Mi Trianon által érintett család vagyunk, és ezért is valljuk azt, hogy
Magyarország az egy állandó ország, bár az államhatárai változhattak, mégis a Szent Istváni korona országa az a szívünkben, a lelkünkben, és itt körülöttünk ma is létezik. És ezen belül otthon érezzük munkat, és az ő a minden magyar otthon érzi magát, akár a felvidéken, vagy a nyugati határszélen, a délvidéken, vagy az Adriánban, vagy a Kárpátalján, vagy legfőképpen Erdélyben. És amíg a magunkénak érezzük, addig ez a mi hazánk, a Kárpátoktól ölelt kis ország, az a mi világunk. Mindig ott kell, hogy legyen a szívünkben, a lelkünkben az, hogy mi történt a mi hazánkkal, példátlan a történelemben, és ott kell egyúttal, hogy legyen bennünk az újraépítésnek a lelkesedése és a lendülete is, hiszen ma egy olyan korban élünk, amikor lehet utazni, amikor lehet vállalkozásokat alapítani határon túl, amikor be lehet járni ezeket a térségeket, és amikor a magyarságnak ma már olyan jogai vannak, hogy még mondjuk a két háború között az állítólag demokratikus Csehszlovákiában magyarul még énekelni sem lehetett, ma már ezt nem tétják. Ma is még sok olyan jogfosztás van, amelyet le kell küzdeni, amelyel meg kell birkózni, de sokat haladtunk ebben a dologban. És vannak persze újabb elnyomó intézkedések, ezt láthattuk Romániában is, láthattuk sajnos máshol is, Kárpátalján is. Ezek megacélozzák a magyarokat, és össze kell nekünk fogni határon erről is túlnan egyaránt, hogy ezeket kivédjük, és a közösségünket erősítsük. Az országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította, a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.